ebbe be lehet vinni arra. Itt a negyzetes meg beviszi. Két évig csinálták. Na, azt kiviszi ide. Itt körbe fogjál és megnézze. Tehát ide kell állni. Van a két négy orrukon, mert nekem át kell menni. Ő ide áll, kettő pedig oda áll. Meg a Szent Korona hű másolatát. Ez valódi színarany, drága kövek, ha ugyanaz, mint az eredeti. Hát az eredeti formára csinálták, az ország legjobb ötves mestere. Miért csináltatta meg, hogy nézi, arra jár, arra fordul, vagy hát ez több kiló arany volt. Meg hát igen, 3 kiló 25 deka. Igen. Igen, nagyon-nagyon-nagyon nagy vágyam volt mindig egy ilyet csináltatni. Én nagyon-nagyon-nagyon vallásos ember vagyok, és én a Szent Koronát nem is úgy nézem, mint egy érték, hanem úgy nézem, mint a magyarságnak a legnagyobb kincse. Eléggé nagy magyarnak érzem magamat. Annak éreztem akkor is, mikor ez nem volt egy dicsőség, mert sok embernek nem tetszett. Meg is hurcolgattak engem ezekkel a dolgaimért. Bántottak is sokszor ezért. Hátrány szenvedtem, de mindent megért. Apám dolgozott a Engerdébe, Csepelen. Csepelen. Az én apám. Mikor az a dal járt a nóta, hogy az ember 200 fixel, könnyen viccel. Igen. És az én apám 280 pengőt keresett a Hengerdébe, és 5 pengő volt egy mangalicadisznó. Hány disznót keresett a pacarom? Majd mangalicadisznó 60-70 ezer forint. Még. Ma jó vagy, akkor keres 2 disznót egy ember egy hónapban, de sokan csak egyet keresnek. És azért mondom, Isten lássa a lelkemet, hogy igazat mondok, 280 pengőt keresett az apám. 8 éves koromban senki nem mondta, édesanyámnak volt egy kis hűszerülete, otthon vettem piacon egy kiló csíri kukoricát, kipattogattam, senki nem mondta, betettem egy ilyen ruháskosárba, és az anyám üzlet előtt állottam, utána nem is tudtam. A vevők mondták meg, Rózsika, ilyen milyen ügyes asszonya, állj a kukoricát, és mindenkit megfog az utcán. Muter nem is azt mondja, elbeszél butaságot, az hol van az én fiam? Itt az üzlet előtt. Kijött a Muter, nézett, és össze-vissza csókolt, hogy én ilyet magamtól csináltam. Akkor utána vettem még 2 kiló kukoricát, és kezdtem ezt a dolgot csinálni. Volt pénzem a kukoricából, és elmentem a ráckevei piacra, és megvettem 33 darab kis kacsát. Hazavittem a Muter, szegényként majd meg őrült. 33, mit csinálsz, mennyi ennivaló kell, meg minden. Akkor volt a téglagyári tó itt lent, ott volt 5 tó egymás mellett, és rengeteg ilyen ebihal, meg nahal, meg ilyen apró halak, tele volt az egész. Meg volt nagyon valami. Összevartam 3 jutazsákot,
és húztuk a barátaimmal a vízben, és akkor 2-3-4 vödörrel összegyűjtöttünk, hazahoztuk, és beütöttem a kacsáknak. A kacsák 3-4 hét alatt 3 kilósak voltak, hát az a legjobb, ami a hal nekik. És eladtam, és utána mondtam Muternak, akkor, na anyám, 2 malacot, hagyd megyek, megengedte. Akkor vettem 2 malacot, utána 4-et, 6-ot, 8-at, 10-et, és így... Így kezdte el. Így. Belövések jöttek, akkor már jöttek be az oroszok, alsó némedi fele, minden, és lőtték be a Erzsébetet, meg a Lőrincet, minden. És 8 órakor egy nap azt mondta az anyának, hogy gyerek, eljünk fel, szóval bolond vagy, még csak 8 óra, hagyj engem békét. És erőszakkal megfogtam, nem akart főkelni, kihúztam az ágyból, szobából kimentünk a konyhába, becsuktam az ajtót, abban a pillanatban egy hatalmas robbanás, ahogy aludtunk oda, egy lövedék bejött, és hatalmas, mint az ökben olyan szilánkok voltak az ágyunkban minden. Mind a ketten ott maradtunk volna az anyámmal. Na jó Isten, nem engedte. Még valami dolga volt a jó Istennek velünk. Kihúztam az anyámat. Így történt. Madács utca sarkán volt a fűszerüzletünk. Szintén a régi riadó volt, mondta anyám, hogy gyere, mert folyták a riadót. Nem akart törni. Gyere, kihúztam az üzletből. Mi ez, ha nem az Isten dolga? Kihúztam az üzletbe, elmentünk 150 métert. Hatalmas robbanás, ripityára ment az üzletünk a Madács utca, a Baros utca sarkán. Mi ez, ha nem a jó Isten keze? Ez egy nagyon-nagyon komoly kis hintó, meg a csukott. Ez 1800 vége fele készült, még a tengelybe bele is van írva, hogy Kölber testvérek. Ez egy híres kocsi. Hogyne. Ezt adtam kölcsön a hídemberbe, az Eperjes Károly ebben ment. Kis fiáker, ez a csukott, ez is, ez mind a kettő, hát különböző fiáker. Ilyenek. Ez egy erdélyi, ez a kocsi. Uh-huh. Ez egy kisasszony kocsi, úgy hívják. Ez is szép a maga nemivel, is egy szép kis kocsi. Most láttam egy ilyet alsó Németin, egy hasonlót. Ottan a mennyasszonyt ebbe vitték meg a vőlegényre, egy esküvő napján. Lépjünk fel oda, és én menj át, és körülében. Te öreg vagyok! Elég régen jártunk már Leventére, nem? Istenem, Istenem. Menj arra, hogy kicsi? Igen. Lefírnak? Ó, milyen kényelmesen ne lehet. Most már csak a lovak kellenek. Lovakat, hát azt is szerzünk. Matyi! Már azt ígérted, hogy Mesterségbetet meg. Lovak, ló kellene, ló! Nagyon ritka ez, hogy én egy ilyenbe befogok, de ez a kocsit is nagyon szeretem, mivel régen fuvaros voltam, és nagyon szeretem a lovakat. Hát a világ tudja rólunk, hogy mi lovas nemzet vagyunk. Csak a 60 év sajnos ezt homályba tette. Nem szabad volt, nem szabad volt, igazán magyarnak volna. De a jó Isten úgy hozta, hogy mostan újra talán magyarok tudunk lenni, mert minden jel arra mutat, a tévét kinyitom, a magyarság a könny a szemembe jön, mert látom a magyarságot, a ruhaviseletünket, mindent egyre jobban. Mondom, olyan utca nincs, ahol én már nem voltam a lovakban. Ebbe a pacsit a vendégbe bejártuk piázni, ide. Itt a Karácsonyi bácsi volt, egy lakatos műhelye volt, ötöres elvettek mindent. Az öreg pár év alatt meghalt. Ez most Atléta utca, de ez mindig Pirsucki utca volt. De ebbe se törődtek bele, átkeresztelték Atlétának. De az apámnak, a rokonaimnak ez mindig Pirsucki utca maradt. Itt lakott a nagybátyám, a
az anyám testvérei mindenben az utcában, majd mutatom a házat, hogy melyikben laktak. Itt álljunk meg egy pillanatra. Igen. Ebben a házban születtem. Ez az Pilsudski utca 6 szám. Ez a házban lakott a nagybátyám, itt a nagybátyám fia építette eztet. Ott hátul volt 3 lakó. Utána ebben a házban is 2-szer volt házkutatás, a semmiért, mert nem loptam, nem gyilkoltam, de hát a baj az volt, hogy kereszt volt a nyakamban, anyámnak, apámnak, templomba járó emberek voltunk, és igazából nem szerettük azt a rendszert. És ez elég ok volt arra, hogy bántsanak. És onnan elmentem a Mártirok útjára, ahol most lakom. Mehetünk tovább, ott még volt még 3 házkutatás. Mindent föltettek az autóra. Ki? Az oroszok. Hát a főtörténgítések kifosztották ezt az üzletünket. És az nem elég volt, hogy elviszek minden puskatus, összetörték a berendezést. Ezt béreltük a varsányi bormérős, varsányi bácsinak. Itt volt egy ajtó, és itt volt az üzlet. Itt árultam a pattanatot, hogy szállt régen. Itt volt az összejövetel, mikor a lovak jöttek haza, 5-6 fuvaros barátom, itt vártunk a lovakat. Majd itt egy picit állj meg. Hol? Itt. Ezen a sarkon volt a mi első fűszerüzletünk. Madács utca, Baros utca, sarok. Én az életben nem vettem részt se olajbalhéba, se kábítóba, se cigarettába, semmibe. Én megvettem valamit 50 fillérrel, és eladtam 60 fillérrel. Ezt csináltam az életemben, és már a szorgalmas pali vagyok. Én most is olyan szorgalmas vagyok, mint mikor Lukács cipőm volt. Olyan is volt szerkesztő. Hát elvettek mindenünket. Nem voltunk gazdag emberek, egy fűszerüzletünk volt, elvették, államosították, és ott maradtunk a legnagyobb bajban. Legész családunkat tönkretették. Meg nem voltak ám gazdag emberek, borzasztó, szorgalmas emberek voltak. Naciába, megmondta szegény apám, fiam, ebben a rendszerben semmi is remegni kell. Azt mondta a fotelem. Azt tudom, mikor bejöttek az államostól, volt a sarokban egy söprő. Új söprő, azt is állítottam el. Kivettem a söprőt, és ki akartam én a söprőt a rolló alatt, mert félig le volt húzva a rolló. És utána nyújt a pali, azt mondta, menjünk hozzá, az már nem a tietek. Soha nem felejtem. Most vagy a Danszky bácsi, vagy a Horváth bácsi, nem tudom, valamelyik. Bejöttek az államostól, pici kis visszaüzetük volt, az egész nem volt 15 négyzetméter. Elvették, azt mondta, Horváth vagyok, nem tudom melyik. Szóval mindjárt jövök vissza, hogy engedjen ki, maradjon bent. Szóval megyek a kabátomat, behozom. Kiment, nem jött be, megnézték, mi van. Az üzlet fölött volt egy kis patlás, oda felakasztotta magát. Kölcsön kértem egy lovat a Pelcétől, a Rond Jánosoktól, és egy lovat meg részletre vettem meg, és kocsit is részletre vettem. És akkor már 5-6-7 kereskedőnek én hordtam haza az árut, és mit tudom én, pár hónap alatt kifizettem a kocsit, akkor az enyém volt a cég. Akkor kicsit beerősítettem, lovakat cseréltem, és akkor hordtam le az árut Kunszer Miklósra. Szeret vittem, de a fele utat gyalog tettünk meg az apámmal, mert lefagytunk a kocsira, olyan hideg volt. De mindegy, megcsináltuk, visszafele. Meg hoztunk disznót, 10-12-t jelöltük a disznópiacon, és akkor újra megcsináltam. Pihenés nélkül. Egy nap 2-szer fordult? Nem úgy volt. Megrakottam, lovak pihentek egy pár óra hosszát, és újra elindultam. Odaértem hajnalban, reggel, mindegy, de el tudtam a szenet adni, mert rögtön megvették. Utána
fuvaros múl lettem a lovakkal, itt Erzsébeten a Vörösmarty utca és Előd utca sarkán. És oda jártam, ott fogtam a fuvart, szenet hazavittük minden, akkor már volt egy emberem, sőt, akkor már két emberem volt. És akkor már gyarapodott. Igen, és akkor volt még egy kocsim, még két ló, azok meg a Baros utcában, Erzsébeten, a faértni álltak. Élvén Pali voltam, és nem mondom ki a nevét, mert már megbocsájtottam neki, följelentett engem. Bevonták az engedélyt, kocsit, lovat, mindent elvettek. Nem tetszettem nekik, mert állandóan kereszt volt a nyakamba, amerre mentem, keresztet vetettem, és nem voltam igazán szimpatikus abban az időben. De hála jó Istennek, hogy elvették, mert a fuvarosságból soha nem jutottam volna addig el, mint ameddig eljutottam. Szegénység volt. És mondom az anyának, adjál nekem egy lomot, elmondom, mit tudom én, két forintot. Elmélek, mondom, akkor még az Ecseri ott volt a villamosineknél, az Ecseri úton. Mondta, azt mondja, Zikám, azt mondja, mit tudom én, két vagy három kiló kenyérre van pénz, azt mondja, hát nem tudok. Mondom, egy forintot, hát azt mondja, akkor kevesebb kenyeret veszek. Így adta a forintot. Volt egy barátom, Miskának hívták őt, egy nagyon jó barátom volt. Fölültünk a villamosra, 50 fillér volt egy vonaljegy, elmentünk az Ecseri útra, egy fillér zsebemben nem volt. Alkottam egy motorral, egy fillér nélkül. Még a barátom lövdösött, azt mondja, mit csinálsz? Hallgassam, mondom, mi közöd neked hozzá, hagyj engemet, békemet. De megint, hát, de hogy fizetem, hallgassam. Na mindig. Kértek 8000 vagy 8500 forintot, egy 100, mint a Mavon, egy 175-ös Cetka motorral. Addig alkottam, üzlethez értettem, alkotni tudtam, mert abban otthon vagyok most is. Hol tanult, kitől tanult? Hát ez benne a született dolog. Ez olyan dolog, hogy az ember ilyet, mint mit tudom én, aki egy opera énekes vagy egy jó fotbalista, mint a Puskás öcsi, erre születni kell. Ez Isten adja ezeket a dolgokat. Tehát elkezdett alkotni, elkezdtem alkotni, megalkottam négy vagy négy és fél ezer forintra megalkottam, elvettem az illetőtől a könyvet, mondom, tessék betolni, mondom, akkor a sinek közt állítanám a motorcsa, a zsíp vásárolt, meg benn volt a piac, elkerített helyen a Ecseri úton. Bementünk, és néztem a motorosoknak a nevüket. Ki volt írva, mint a Mavolva, Erdős Miklós, Zombai Mihály, és mikor odaértem a negyedik vagy ötödik helyre, ki volt írva? Szabó József, használt cikkereskedő, Budapest, 8 kerület, Lujza utca, 26, mint ha ma volna. Ezt meséltem el már nem egyszer, igaz? Igen. Oda mentem el a Szabóhoz, mondom, Szabó úr, véletlenül mondom, otthon hagytam a pénzemet. De nagyon-nagyon jó vétel, ma fél négykor jön egy vevőm, füzesse ki, és megvesz a haszon rajta. Rám nézett. De azt tetszett nekem, hogy az ember, ránéztem, és ez a Pali, tudtam, hogy ebben zöldlárra vergő, csak a kinézése véget. És odasugja nekem, fiam, van ennek papírja is? Mert olyan jó volt a vétel, hogy azt hitte, hogy lopott a motor. Mondom, igen, itt a könyv, odaadtam a formányi könyvet, fogta, benyomta a zsebébe, és kifizette a motor. Mondom, Szabó, mondom, tartsa a könyvet magánál, adjon pucoló szerszámot, minden visszaviszem oda a sinek közé, kipucolom, de jön a vevőn fél négykor is eladom, és akkor megint behozom. Rám, jó van, fiam, hát nem, a könyv nélkül nem értem semmit a motorra, visszavittem, kiglancoltam mindent. Persze a vevőm semmi nem volt igaz, nem volt igaz, ez bocsánatos bűn. De, amit most mondok, fél nélkül küldte a Isten a vevőt. Jött egy vevő, és megvette a motor. Fél négy, múlt 5 vagy 6 perccel, mikor megjött az illető. Tehát még hazugságon sem fogott a Szabó, mert megjött, amit én nem gondoltam volna, csak vártam bele. De akkor azt mondtam volna majd holnap, és akkor jöttem volna holnap áron. Hát így történt. Bementem, eladtam a motort, nem akarok hazudni. 1500 vagy 2000 forinttal többé.
Hát ez egy szép kereső. Akkor 90 fillér volt egy korsó sör. Igen. Visz, Szabor, mondom, itt van, megjött a vevőm. És nem akarok hazudni, 100 vagy 200 forintot adok. De mikor egy sem volt, az többet ért mindennél. 200 forint haszon abban az időben, nagy dolog volt. Mi történt, kérem, hogy hazamért mondani az anyámnak, mondom, muter, itt van. Adott egy forintot, itt van. Azt mondja, mi csináltál? Mondom, muter, egy motort segítettem, vettem, mondom, ne térj így vele. Már reggel 7 órakor ott voltam másnap reggel. Megint elkezdtem alkudni, vettem egy 125-ös csepet, bevittem, mondom, Szabor, szóval megijön a vevő. Mondom, ha jó Isten küld, akkor megijön a vevő. Kifizette a motort. Ez így ment 3-4 nap, naponta vettem 2-3-at eladtam. Igen ám, de a többi 8 kereskedő volt ott, a nevüket el tudom mondani most is mindegyiknek. Azt mondta az egyik kereső, hogy fél fiam, kiengedte meg nekem, hogy te itt ugráljál és te vedd a motor, és adjad. Hát mondom, a Szabó, az be vagy jelent velem. Fiam, ha hónap ide kipróbálsz jönni, a rendőrrel vithetünk el, de azok nem bírtak labdába rúgni nálam. Azt mondta nekem a Szabó, ja, a Zombai Mihály során felé, fiam, azt mondja, amennyiben hónap kijössz, és nem nálam dolgozó, és nem hozom a munkakönyvet, mert én bejelentelek téged, és akkor legálisan csinálod, ha nem, elvitettek a rendőre. Nekem több nem kellett, oda mentem a Szabóhoz, mondom, Szabó, ne haragudjunk, mondom, holnap már nem magánál dolgozok, mert megfejegedett az az ember engem ottan, hogyha hónap nem hozom a munkakönyvet, mert bejelentésem. Hú, csúnyán bekezdett beszélni. Az anyja így meg, hogy hozlak könyvet, fiam, mert én is bejelentelek. Mondom, igen, mondom, de van egy probléma. Magában megegyeztünk úgy, hogy 50 forint egy motor, azt megmondom 100-at. Én is adok 100-at! Eltelt 2 hét, már 200-at kaptam, 2 hónapon a 20%-ot kaptam, 2 éven belül a felestársam lett ez a gazdag, jómodú ember, utána én adtam neki 20%-ot. Ha nekem volt 100 motor, hogy megvettem a 110-et. Ha volt 500, akkor megvettem még többet. Szóval, hogy mondjam, aki fél a víztől, nem fog halat. Én meg olyan pali voltam, amit nem vettem meg, azon nem is kerestem. Én, engem neveztek el motorkirálynak. Az engem meghurcoltak abban az időben, amikor motorkereskedő voltam, mert vettem egy Trabantot, rendbe tettem, kipofosztam, kerestem rajta 2000 forintot. Innen is a konkurencia el akar távolítani a piacról, és fölírták azt a kocsikat, amit vettem autókat, és eladtam. Vettem egy Polcki Fiatot, rendbe tettem, azon is kerestem. Akkor vettem egy másikat, arra ráfizettem. Elég az hozzá, hogy fölírták azt a 3 vagy 4 kocsi. Az volt a vád ellenem, hogy 3 év alatt 5-ször cserélt gépkocsit. Elvittek, bezártak, akkor semmiért meggyűlöltem őket, mert semmi rosszat nem csináltam. Ilyen világ volt. Pedig használci kereskedő szakmába belefér a repülőgép is. Használcik. Miről beszélünk? Hát egy használt odakocsis motor drágább volt, többször mint egy Trabant. Hogy az? Belefért, hogy nem büntettek, a kocsim már nem fért bele. Akkor megtudtam azt, hogy kikírták fel a rendszámot, mikor hazajöttem, oda mentem, nem mondom a szavakat, amit mondtam nekik, mondom, figyeljetek ide, most még ezt a pénzt, amit én nem kerestem meg, mert bejuttattatok a börtönbe, ezt mostan lehúzom rólatok. Addig itt labdába nem rúgtok, kemény voltam. Labdában fölvettem 3 embert, megmondtam, ezt a 3 ember ez nem keresett pénzt. És ezt hogy csinált? Úgyhogy ráállítottam, és mentek egy motorra, ez én fiatalokat vettem föl, előbb, aki előbb elérte a motort, az vehette meg. Leköröztem mindenkit, ezek sírtak, zokogtak, mondom, apukám, csak ha behoztam a pénzt, amit börtönbe juttattatok. És úgy is volt, nem kerestek pénzt, nem engedtem. Nekem volt a legfőbb motorom, én voltam a legnagyobb kereskedő abban az időben. De én segítettem a szegényeket a legtöbbet is. Magának ez a hobbija, hogy régi motorokat, autókat gyűjt. Hogy szerezte meg ezt a csajkát, amivel a régi elvtársak utazgattak, nagy emberek? Hát igen, igen. Hát az a
25 éve, 25-30 éve már, hogy ezt vettem. Rendben teszem, egy kicsit átpucolgatom, minden üzemképes megy. Igen? Ahogyne. Hát tényleg mennyit fogyasztasz? Hát ez egy 30-35 liter fogyaszt. 40 éve gyűjtögetem a magamat. Ez egy katonai 750-es, KS 750-es szünda. Teljesen felújítva. Ebben még a rommel a sivatagban. Igen, azért van a sivatagban színevele. Ja. Az egy Indian Sport 600-as oldalkocsis. Ezt még valamikor a Ócskai Zolitól vettem. 5 évig könyörögtem neki, hogy adja el. Nem adta el, egyszerűen jött hozzám azt, hogy a lány vagy a fia, nem tudom, nősül, és most eladó, és úgy vettem Csepelen, meg ezt is már vagyok, 20 éve vettem. Aha. És azokat a hátsó motorok? Hát azok, majdnem mindent tudom, hogy honnan volt. Én több millió kilométert elmentem ezeké, mert hogy összegyűjtsem. Aha. Még Erdélyben is voltam a motoroké. Ez a BMW, ebben a 60-as, 70-es évben a rendőrök jártak ebben. Ez egy R69-es Hörni Villás BMW. Igen. És ez a Pannonia. Igen. Hát itt van olyan motor, legalább egy olyan 20 darab, ami az országban csak ez az egyetlen egy van nekem. Na mutassa meg. Megmutatom. Sőt, van ott egy Commodore, az a motor, ami ott van, az egy nagyon nagy ritkaság. Van ott a Sunbeam, angol motor, NSU, 250-es Seppel, ami ma már az is nagy ritkaság. Itt van egy érdekességes Seppel, 105-ös, még a Zománt is minden eredeti, még a gumi is az övé, és összesen van benne 1400 kilométer. És origin eredeti. Itt van ez az NSU, ez is nagyon ritka, ennek nincs párja, legalábbis nem tudok, hogy az országban valakinek volna. Ez még láptrepp is. És a váltó itt van, nem a tankon, itt van. Ez is a 20-as évek motorja. Ez még egy érdekesség, ez a DKV, szímeghajtású, 1912-14 körül. A DKV az az Audi egyik jogelődje. Ja, így igaz. De ez még most is szép. Az meg egy cündap, 1936-os. Az együtt született velem. Nem azért gyűjtött el ezeket a motorokat, hogy anyagi haszon legyen, de akartam, hanem többet értek most sokkal, mint amennyi vettem. Szóval ez érdekes dolog, pedig nem azért... Mi a szándék? Olyan szándék, hogy szerettem a régi, mivel motorkereskedő voltam, szerettem az ilyen szép régi gépeket. Ez egy hobbi. Van két kis gyereke, adja kell neki egy oldalkocsit. Eladtam, és tartott nekem 1500 forint, az pénz volt. És mondta, hogy hol lakik Erzsébet, aztán elmentem oda, és azt mondta, nem tud fizetni, azt mondja, de a televíziója átvegyen, árva odaadja. Ott ült a két vagy három kis gyereke nézte a tévét, és akkor megláttam, mondom, szépen viszem el a gyerekektől. Azt mondta, a gyerekek azt mondja, vigyázzak innen, kihúzta a konnektort, és akart a tévét, mondom, gyerekek, nézzétek tovább, oda mondom, semmivel nem tartozik. Nem vittem el a tévét. Hová szokott adni pénzt? Hát a kórházakba, leukémiás gyerekek, mindenhova. Hát László kórház, ki van írva a nevem. Segítettem őket csomagokkal, karácsonkor 4-5 más a
banánokat, minden, valami narancsba, Magyi szokta elvinni. Akkor volt ez, hogy lehetett venni földet. Én olyan emberektől vettem meg, akinek volt ilyen aranykorona, földje, minden, akkor megvettem, eladtam, már nem volt rossz, azon tudtam pénzt keresni. Azért az egy nagy húzás volt, hogy ott a Tesco-nál a nagybandi piac, ugye annak egy része a magáé lett. Nem van sok volt, nekem van volt, hogy mindjárt 16 ezer négyzetméter, nem egy nagy volt. Na, de az is jó figyel. Hát igen, de azért csináltam, hogy keresek rajta. Én megnéztem a helyet, mondom, ennek jónak kell lenni. Megvettem, vártam, ezt csak hozzám szóltak, hogy ez az enyém kell, hogy kell nekik, és akkor adtam el. Mert nem a földön nagyon sokat kell várni, nem úgy, hogy megveszem, most rögtön adom. 10, 12, 14, 15 évet kell várni egy területre, mire az el kell. Mikor kezdte észrevenni, hogy maga gazdag ember? Mikor nem jártam kölcsön kérni. Én mondok ennek valamit. Azért rég jártam már Leventére, szégyenném a Sóhervónak. Igen. Szégyenném magam. Én olyan szorgalmas pali voltam, és most is. Én ugyan olyan szorgalmas, most is, mint valamikor, amikor Lukasz cipőm volt. Én arra azt megcsináltam, hogy elmentem egy 105-ös csepellel Solymárra. Akkor nem lehetett disznót vágni, nem lehetett más, csak egyedül kecskére volt engedély a Rákosi időben, hogy csak kecskét lehetett vágni. Én képes voltam elmenni Solymárra, és elhoztam 4 kecskét élve. Nem is hiszik el sokan. Mikor mondtam a Schwabba, azt mivel hiszi el? Mondom motorral. És láttam motornál, kinézett, hol van? Mondom ebben, hogy menjen a fenébe. Nem itt, lefektettem a kecskéket, összekötöttük a lábát. Itt egy... Nyakba áttettem, az lelógott ide. A másikat meg így keresztbe. Alig láttam ki, a tankom volt a kecskének az ele, így néztem ki, alig láttam ki, de elhoztam. Nem is hiszik el, mikor valaki ma azt mondja az embereim közül, hát az nem létezik főnök, azt nem lehet megcsinálni. Szétrabbanak a vérektől. Olyan kis dolog, de már nem lehet megcsinálni. Ma ilyen emberek vannak. És én megmutatom most is erre a korom, hogy megcsinálom, és meg lehet csinálni. Ha mindig korán kell... Én mindig. Én nem siettem el semmit. Van egy mondásom, aki kapkod, az lever valamit. Nem így van? Megmondom, jobban szerettem venni olyan emberektől, akik profik voltak, kicsit többet kértek érte, de tudtam azt például, hogy a kútársa, a Miska bácsi, az olyan dolgokat vett, hogy az ember becsukta a szemét, megvettem, mert az profi volt, azt nem tudták átverni, mert az értett nagyon a légiséghez. Vettem egy jó pár tárgyat a Miska bátyámtól, de az mind jó. Szegény már nem él, meghalt, de én nagyon szerettem az öreget. Volt egy érdekes dolog a Miska bácsival. Nagyon összejöttem vele, minden nap együtt kávéztünk, minden, meg a többi. Volt ott, hogy 6-8 kereskedőkkel bementünk, volt vegyesen volt. Volt benne cigány, volt benne zsidó, volt benne magyar, és ott benne a kocsmában ott el is szokattunk, elbeszélgettünk, és ott mindig hoztam disznótorost, azt ott ettünk. Egyszer jövök reggelben, azt mondja a Miska bácsi, azt mondja, gyere itt, azt mondja, nem csuklottál tegnap? Mondom, nem. No, miért? Itt volt, azt mondja, Izraelben, azt mondja, négy paulisi barátom, de így, azt mondja, és elkezdték mondani, hogy ott kint Izraelben nekik van egy ügyes barátjuk, hogy az mindenhez ért, ehhez ért, ahhoz ért, amaz, és én te rólad egy golyról meséltem nekik. Na mondom, és mit mondtál? Azt mondtam, nekem is van egy barátom, azt mondja, amit az nem csinál, másnak se érdemes csinálni. Sokról itt. Igen, és azt mondom, még egyet mondtam neki, azt mondja, ez a barátom nem ért semmi, hogy már mind én, azt mondja, pénzt tud keresni. Kis már egy pár cigány barátom, és semmi gondom nincsen velük. Ők úgy vannak vele, hogy ha tudják, sok jel adják. De ha valaki olyan buta, hogy mindjárt megjön, meg kifizeti, hát az nem a cigánynak a hibája, az ő hibája, aki fogja, hogy menjön a zsebbe és odaadja a pénzt. De én mindig megegyeztem velük, mikor négyszeres pénzt kértek, mondjuk kértek, csak mondom, 30 ezer forintot. Akkor ígértem 5-öt, és abból építkeztem szép lassan föl. Azért mondták nekem, te azt mondja, te rosszabb vagy, mi vagyunk.
Tehát akkor így előítéleteid nem voltak a cigány meg a zsidó kereskedőkkel szemben? Megmondom, mi van. Én mindegyikkel kijöttem. Természetes... De ők is át akarták magát verni. Na, nem még szép. De hát nem az, hogy mondjam, de az még nem született meg. Maga túljárt az eszüköd? Nem jártam, de nem hülye pali vagyok. Hát, én tudok, van mutatványt most is üzletben, csak jövőre jön divatban. Hát benne is vagyunk. Jöjjön, uram! Jöjjön! Na! Azért itt nagy pénzek forognak. Igen. Nagy értéken. Hát azért a mafia is. Mafiától kezdve más mafiákig. Maga egy pénzes gazdag ember. Ki tudta kerülni őket? Engem soha nem akar senki bántani, én se őket, mi megvoltunk egymással, nagyon jó. De tudta, hogy ki hova tartott? Hogyne! Ha van ilyen is, de vele nem próbálkozom. Én maga a pénzt én nem gyűjtöttem soha. Soha. És külföldön nyilvóval nem menekített, nem befektetett? Nem, soha az életemben. Mert tudja, hogy sokan csinálják. Hát megmondom, úgy, hogy van. Nem szeretek nyaralni, itthon szeretek lenni mindig. Nem tudom miért. Elmélyek valahol egy vagy két napra, már jönnék haza. De mindenben így vagyok. Uh-huh. Szevasz! Szia! Szevasz! Itt egy barátom. Szia! Jó barátom! Nagyon Tamás vagyok. És? Én bizonyíthatom, hogy a Gyula az országot talán kétszer hagyta el az életébe. De Erzsébetről, ha kimegy és Pestre megy, akkor mondja, menjek vele, hogy mutassam meg, hogy kell oda menni. Annyira csak Erzsébetet ismeri. Pest Erzsébet, messzénása vagyok. De soha nem lehet tudni semmit. Hát persze. Nem, az ördög nem csicsikázik, igaz? Hát persze. Na. Még egyszer mondom, nagyon jó barátom, kettős állampolgárságú Bécsbe, de a szíve magyar erdélyi születésű. Együtt voltunk a Tőkés Lászlónál, most meg voltunk hívva. Igen. Jótékonysági bár volt, és ott voltunk. Zemberke, hol? Valahol hátul. Szia. Kérlek szépen. Olyan barátságban vagyunk, rédó emberek, és összejárunk, disztóvágást tartunk, mindent, annyira gyűlöljük egymást, hogy borzasztó. Soha nem gyűlöltük egymást. Soha. Igaz? Szevatatán, szia! Hát ennyire gyűlöljük a zsidók egymást, így gyűlöljük egymást. Már kijöttem ide, már, nézd meg, már pénzt kaptam. Nem védelmi pénz. Nem. Hogy jövénnénk. Ez apró pénz. Volt olyan is, hogy szóltak, hogy segítsek, egy szóval többet érek el, mint oda megy, öt kigyúrt pali. Na, játszom már. Na, most nem játszom, de tudom. De játsszál rajta. Ah, nem lehet. Légy szíves. Légy szíves. Légy szíves. Gyula, légy szíves. Így kezdődött a történet. Korom volt az első harmonikám, azt úgy vettem, hogy kukoricát pattogattam az anyám üzlete előtt, és amit kerestem, abban vettem a harmonikát. Így van. Mikor játszott utoljára? 5 éve. Hát egy olyan, inkább 7-8 éve már. Valami buli volt? Buli volt, nem azért, az ujjaim nem. Tetszik érteni? Nem, már nem működik. Szexált, amikor voltunk, akkor tudtam igen. Meg azt, hogy játszik. Igen, igen, igen. De most is tudok, de már nem hajlanak úgy az ujjaik. Hát a Tapányi Misi bácsi meg felvetted meg a kapulást. Fél éve tudom, hogy is oda. Ötöt vettem a Tapányit, a aláírásával tanultam. Öt darabot. Ő volt a legnagyobb legjobb. Jó barátom. Helvarik a király. És hordod a férjégát, túl tengvárnődben a báj, nem mondhatod goodbye. Ez Mexikó, Mexikó, a regényes Mexikó, nagy hegyek, nagy vizek, közt a Mexik-Tempikó. Ájjjjj, ott az élet csuda jó, hát indulj már is, várj rád is, szép Tempikó. Ájjjjj,
ott az élet csuda jó, hát indulj már is, várd reád is, szép Mexikó! Ja, igen. Igen. Mind érték, nem érték, de úgy szép. Ez egy papír nyomat. Nem, festett. Soha nem volt festett. Se, de ez kézzel van festett. Azt mondom neked, hogy ez soha nem volt festett. Biztos, hogy festett van, ez egy mozaik terv. Kartonon. Mindegy, hogy dekoratív, szóval úgy föl le... Feste van. Igen? Mit készülsz? 70. Egy 20-as. Nem ér. Hidd, hogy nem. Mind érték, tehát nem, mind nem... Nekem többek tényleg. Köszi. Ez nem ezüst? De ezüst, félmiánk a Gyuszi bácsi. Igen? Garanciát várva. Ezt megmondom neked úgy, hogy van. Nem egy kuriózum. Nem lehet kivenni? Nem. Nem. Nem egy kuriózum. Neked szebb van. Neked is. Mit kérsz én? 40. Tudod, hogy utálok alkudni? Romák mindig becsaptok engem. Nem. Évek óta abból élek. Becsaptok. Nem. Tízes. Gyuszi bácsi, többet ajánlottak érte. Semmi. Tudom, mi veszem? Ha megveszed, ne eszem. Tudom, azért mutattam Gyuszi bácsi, de nem tudom. Nem egy ízé. Szóval nem egy ízé. Hogyan mondanak? Maradjál! Az lehet keskenyebb? Nem, szóval nem a keskenyebb. Nem, az a dobor. Mi is jó? Tudom. Tudom, már azért Gyuszi bácsi röprakta. Hát tudod, ezt itt is maradok. Köszönöm. Megérd a pénzedet, elmondom. Jaj, rám csöpög az eső. Eredeti tipon. Hívd ide a Tomit, azt megnézi neked, oda van beleírva. Tipon, ne? Oké, okay, Rubin. Szóval. 120. Na, mi a sorja? Ez nem fúr, amit csak tippan, hogy alud ennek van egy neve. Itt van ebben a lubonyban. Van szemüveg, a lupé rajta. Ja, lupina. Adjak egy lupét, tud lupézni? Fogja meg. Itt van egy nagy tortel. Ja, ez nem jó nekünk. Nem jó, itt van-e. Ez a... is jó. Aha. Az Gyula bácsi. Hol találnak ilyeneket? Hát aki ugye? Jár, az talál is. Aki megy és kutat, az talál. Jó, mondom, Gyula bácsi. Ebben így benne, ebben. Ott van, egyen meg a füledet, oda van. Nagyon vékony betűkkel írva. Igen, most valahogy. Tetszik, látod? Ez illik neked, Róha, most nem azért boldog, hogy köszönöm. Királynak igen, de nem neked. Jaj, hát király vagy, Gyula bácsi, engedjen meg a szívedet. Szép. Szép. Mondta neki, hogy jó vagy. Mondtam, hogy jó. Hát azért veszi meg, hogy van. Sokat csalódott ez a magyar nép, és most már azok az emberek, akik úgy beszéltek, és vitám volt velük, mert baloldaliak voltak. Azok az emberek ma már sokan jöttek hozzám, és mondták, Gyula, szégyenem magam. Szégyenem, hogy vitáztam veled, de azt mondja, tudod, Gyula, az anyám, apám, szót nem volt, és én fogom apukám, most nem akarnak megbántani. Ha valakinek az anyja, apja ilyen, nem akarok mit mondani. No, fiának is muszáj annak lenni. És azt mondta nekem, Gyula, igazad volt mindenben. Nehezen tudtam meggyőzni őket. Hát, megmondom, mi van. Az a rendszer, ami volt, az rá akarta fogni,
hogy jobb a paprikás krumpli, mint a paprikás csirke. Akit ezt meg tudtak dumálni, hát elég baj az neki. Az édesapámat nem tudták soha becsapni. Soha. Gondoljunk bele, régen egy gyilkosság volt egy évben, hatalmas nagy csoda volt, még volt egy dal is róla elnevezve, hogy azt mondja, Lédelemnél mi van a kosárba, Kodelkának keze, feje, lába, mert megölték azt a hentest, bement megszállni, és a pénzét elvették. Az egy akkora szenzációt abban az évben, az egy gyilkosság volt. Ma meg 4-5 ember gyilkolnak meg naponta, ez mind az Istenbe tett hit hiánya, mert én tudom, hogy az micsoda visszatartó erő az Istenbe vetett hit. Akiben legjobban hiszek, az a jó Isten, mert Isten nélkül semmi nincs, azt mindig hozzáteszem, nincs Isten nélkül semmi. Egyszer jön a fiam haza az iskolából, abban az időben, az olyan, akármi csinálok, azt mondja, mert nem engedtem, hogy úttörő legyen. És muszáj volt neki úttörőnek lenni, és egyszer jön ki, és látom a nyakkendő a nyakába, és vecélest teszi a táskába. Mondom, mi? Az apa azt mondja, nem merek, azt mondja, azt mondta, hogy nekem is föl kell venni a kendőt. Azt mondja, mindig rossz éjjel kapok, azt mondja, meg behúzza a fajeszom, meg minden. És azt mondta, az igazgató benne ki, láttam apádat a piacon, akkor kereskedő voltam a piacon, láttam. Félmeztelen, nagyon nagy ember apád, igaz? Akkor építettem ezt a házamat. Azt mondja, hát én bebizonyítom nektek, hogy a templomjárás nem fér össze az úttörősdíjbe, akár mekkora házat épített az apád. Ezt elmesélte a gyerek nekem, de ez már egy piszkált őt hetekig, de nem mert elmondani nekem. Az anyja is mondta, nem szólj apádnak. Bementem az igazgató bácsihoz. Megálltam, nem tudtam, övé volt egy Skoda ott, akkor oda után megálltam a Vörösmarty iskolánál. Mondom, hogy hol van az igazgatói szoba? Itt van föl. Oda mentem. Berontottam, bevágtam az ajtót. Nem akarok csúnyán beszélni. Az dönts. Mondom, ide figyelj. Az éve. A keresztet a gyerek nem vett a nyakába. Hát mit akarsz te az én gyerekemből? Mondom, az anyád így megugdama az asztalt, hogy Pintér úr, ne csinálja le! Az anyád! Mondott két tanár, és hogy Gyula, ne csinálja. Kimentem, Varburnál megálltam, rákönyököltem, elhúzták a függönyt, így estek ki engemet. 5 percig vártam, nem akartam én semmit. Elmentem haza, másnap a gyerekben jön haza, az apa, mit mondta az igazban, miért? Egész nap gyuszikázik engem, simogatok! Esküszöm, hát itt a fiam, bebizonyítom. Annak is azt mondta, apukám, a fülébe suttam a varázshoz az igazgató bácsa. Ilyet, hogy kommunistát akar nevelni az én gyerekemből, ha én nem akarom, és van 7 unokám. Ó, az a szép. Hát, hogy össze szoktak jönni? Persze, összetart a család. Uh-huh. A házban van még 2 rokon, úgyhogy 11-en lakunk a házban. Éve vagyok használt cikkereskedő, és mindenféle antikot tudtam az életembe venni, de ilyet még nem is láttam. Ezt most jutottam hozzá, egy hónapja, még annyi sincsen, 2 hete, és ennek borzasztóan örülök, mert 1680 a években csinálták, és ez egy kuriózum. Hát gyalog hintót manapság ritkán látok. Hát ezt én pontosan tudom, és még ilyen a világon nincs, hogy még az üveg is. Eredeti. Egy kastélynak az istálójában volt elpalazva. Jó, egy barátom vette meg egy árverésen, uh-huh, valahol, igen, nem Magyarországon, és restauráltatta, és én ezért adtam egy gyönyörű, szép reneszánsz garnitúrát, ami 14 darabos volt. Oh. És még adtam valamit, és még egy kicsit pénzzel is megtoldottam. De ezt nem akartam kihagyni, mert ilyet nem tudtam. Sok gyűjtőt ismerek, de ilyen az országban nem tudok, hogy valakinek is lenne.
Kabát hát csak befér. Kabát nélkül? Kabát nélkül befér. De nem roskad össze. Ne. Hát én megmondom, hogy a nyomhatókat az ugye fog meg. Nem roskad össze, ez egy olyan komoly sintó, hogy ez jól viselkedik. Ez stabil. Nem akarom, hogy összetörjön. Öregem, működik. Tehát most már csak föl kéne ragadni és szaladni vele, itt Mesterzébeted. Ez igen? Azt hittük, hogy csak egy kis ember fér bele. Hát nem igaz, nézd meg. Na hát, gratulálunk. Köszönöm. Tényleg ez olyan szerzemény, uh-huh. hogy lehet venni mindent, lehet venni képórákat, lehet venni akármit, ezt, de ilyet nem. De miért nem vettél 10 000 éve, újat vettél volna? Nagyon jó gép. Ilyenem van Szent Istvánban, de bronzból még soha nem tudtam venni. Most kaptam egy olyan, éve vettem meg. Ami most van, ez van. Most nagy művészettel tudtam, hogy hol egy ilyen verkében ott, és most nagy nehezen ez a Szabolcsi töltött káposztát, azt a pici apró van, az a paradicsomos, csak az még nincs kész. Szedjetek! Honnan? Csak a Zsuzsa annyira fölrakta, hogy nem ére meg. Nem. Jó, az, hogy apám, azt mondja én, ebből is megélni. Dobáltuk rá. Na, majd csak, gyerünk! Na? Ez csak nem szégyeli, Jams, nem. Na, mit kell ez szégyeli? Már működik. Nem csak ez. Szegény embert látkódolok, 2-3 vagy 5 nyújt, de adtam már 10-et is. De a tékozlást, a pocsékolást, te engedem, a gyűlölöm. Megmondtam neki, ha meglátom, még egyszer a banán megfeketedik, és kidobjátok, mondom, akkor nem hozok haza többet. Adjátok oda, amikor már csak egy pici pöcs van rajta. Adjátok oda olyannak, aki megeszi, de ha sok van, adjátok úgy, mikor nincs semmi pöcs rajta. Nem engedem a tékozlást, uram. Nem engedem. És mikor akartam mondani, van egy zsák dió. Abban nem teszünk minden nap 3-at bele, csak egyet veszünk el, akkor baj van. Mert mikor azt mondja a pali, jöjj, te le a zsák dió, kiveszek egyet, megeszem 2-3-at. Végén kotorászik az alján, már csak egy dió van benne. Amiben elveszünk, többet kell oda tenni. Az országban is így kell. Nem kell fölérni mindent. Ez a nemzet összeszedi most magát. Összefogunk, akkor kijövünk ebből a bajból. Ez nem csak a kormánynak, nekünk akarni kell.